valaki van, legyen ő, aki félt engem, gyere mondd el, ha valami nyom, s én könnyebben lélegzem, vigyél messze a széllel, úgy kérlek, túl nagy a zaj, már rég bennem lehet jön, ma egy hullám, s én belehalok. Tudod, ilyen a véletlen. Hiszem azt, hogy az ember ősszel változik. Hiszem azt, ami káros, ekkor távozik. Kell pár mélysebb hely ahhoz, hogy érezzem, hogy élek. Mert elég volt a jóból, rossz helyen leszek, rosszkor, érted? Útvesztő ez az érzés, hogy üres vagyok. Talán végleg eltévedtem, törött szárnyú madár lett a vágyaimból. Tudod, hogy én tettem, szökjünk messze az éjjel. Úgy kérlek, túl nagy a zaj, már rég bennem remegésül a szavaimon. Ugye itt leszel mellettem. Hiszem azt, hogy az ember összeváltozik. Hiszem azt, ami káros, ekkor távozik. Kell pár mélysebb hely ahhoz, hogy érezzem, hogy élek. Mert elég volt a jóból, rossz helyen leszek, rosszkor, érted? Hiszem azt, hogy az ember ősszel változik. Hiszem azt, ami káros, ekkor távozik. Kell pár mélysebb hely ahhoz, hogy érezzem, hogy élek, mert elég volt a jóból. Vendégünk itt a hajón, Wagner Emil, szia! Hello, sziasztok! Az elmúlt két évben nagyon sokat beszélgettünk, ugye te vagy a Talk Tonight egyik szíve lelke, rengeteg dalt írsz, rengeteg szöveget, de azok nagyon más dalok, én azt gondolom, hogy nagyon más a hangulatuk, viszont amivel most érkeztél hozzánk, ezek már a saját dalaid, ez ugye a második saját dalod. Mikor fogalmazódott meg először benned az ötlet, hogy szeretnéd megmutatni így, hogy ki vagy te? Ez jó kérdés igazából. Én már lassan több mint 10 éve foglalkozom zeneszerzéssel, szövegírással csak egy pár éve, hogyha úgy veszük, de főleg ezek ilyen olyan produkciók voltak, amik vagy sajátok, tehát hogy saját zenekar, vagy jó barátnak írtam, Dallos Bogival írok számokat. Nekem nagyon nehéz volt, sőt az egyik legnagyobb vállalás volt az életemben, hogy mertem saját nevem alatt kihozni dalokat, úgyhogy ráadásul én énekelek, tehát sok gát volt ezzel kapcsolatban bennem, főleg azért, mert nem vagyok énekes, nincsen képzett hangom, erre még rá is erősítettem a saját dalokba, hogy nem engedtem az utómunkánál kihúzni, amit egyébként így a mainstream popban mondjuk így nyilván alap, hogy mindenkinek egy kicsit megcsinálják a hangját, én ezt nem szerettem volna, tehát nekem tényleg így szól a hangom, illetve egy kicsit azt érzem az elmúlt években, hogy a művészeti értéke mondjuk egy-egy dalnak az, hogy hány kattintás van rajta, hogy hányszor játszották le, és ezért egy ilyen közegből, vagy egy ilyen zenei szférából pláne egy hatalmas gát volt, hogy én most elindulok egy olyan dallal, mert az első dalomnak nincsen refrén, nincsen dob. Az egész igazából kérdések feltétele, ami, ha úgy veszük, egy megzenésített vers, számomra nagyon személyes ráadásul, úgyhogy nehéz volt az első megjelentetés, gyomorgörcsös. Ezek szerint akkor ezekben a dalokban tudod megmutatni az igazi önmagadat? Ez Wagner Emil, amit most így hallhattunk, akár áprilisban, akár most pár perccel ezelőtt? Én azt érzem, hogy igen. Nekem alapvetően nagyon nehéz az érzéseimről, vagy az érzelmeimről beszélni, és ezek a dalok, hogy úgy mondjam, ezek kigurultak, tehát ezek nem voltak tudatosak, ezek nagyon gyorsan születtek, meg aztán nyilván az utómunkán, meg a hangszerelésen az ember egy kicsit ül, de alapvetően elég gyorsan születtek meg, úgyhogy nagyon
belülről és mélyről jöttek. Ez a dal, amivel most jöttél hozzánk, azért ez nagyon szomorú. Tényleg egy szomorkás dal, és azon gondolkodtam, hogy honnan inspirálódtál, hogy ez mondjuk az utóbbi egy-két évedről szól, és aztán ezt nagyon bátran kiírtad magadból? Igen, nekem nagyon nehéz volt az elmúlt két év, több dolog miatt is. Nyilván van egy világjárvány, ami nem segített a dolgon, de talán a fő az, hogy nekem volt egy dupla porckorongsérvem, ami elég hosszúra húzódott a gyógyulási folyamat, és a kedvesem Krisztin végig mellettem volt, és támogatott úgy, hogy nem is vártam volna, és két év alatt szerintem nagyon kevésszer mondtam neki köszönetet. Hogyha benne van egy ilyen folyamatban, egy ilyen marha nehéz folyamatban és gyógyulási folyamatban az ember, akkor nem az az első, hogy minden nap megköszöni a párjának, hogy mellette van és támogatja. És ez a dal nekem erről szól, egy nagyon őszinte hála azért, hogy mellettem volt, és a dal, pontosabban a klip megjelenés után egy héttel volt az, hogy egyáltalán le tudtam ültetni Krisztint és elmondani neki, hogy egyébként ez a dal erről szól. És ő mit szólt ehhez? Hát nagyon boldog volt. Én azt gondolom, hogy kellenek az életünkben olyan típusú bástyák, mint akár a te párod, vagy akár a család. Megváltozott a kommunikáció, vagy még nyitottabb lett a kommunikáció egy-egy ilyen magadból kiírt dal után? Mert most itt gondolok az előző klipre is, ahol ugye a szüleidnek mutattad meg a klip. A klipben ugye látjuk, hogy azt, ahogy a szüleidnek mutatod meg a dalt, és tényleg szívfacsaró. De a szó pozitív értelmében. Köszönöm szépen. Igen, azt hiszem, hogy azzal a dallal az nem is egy klip, inkább nekem egy korlenyomat. Tehát, hogy az, hogyha 90 évesen is visszanézem majd, tényleg ez volt az a 2,5 perc, amikor a szüleim meghallottak engem először énekelni, és a saját gondolataimat. Ami úgy gondolom, hogy egy olyan oldalam, vagy egy olyan részem, amit nem biztos, hogy eddig ismertek, és azért is látszódik valószínűleg ez az őszinte reakció az arcukon, mert egy másik oldalamat, egy kicsit mélyebb oldalamat ismerték meg, és azóta még nyitottabb a kapcsolatunk, vagy még őszintébb, úgy érzem. Mik a visszajelzések erre a nagyon őszinte Wagner Elmére? Mert amikor én mondjuk a Hogyan kellnek a klipjét láttam, én elsírtam magam, és nem én vagyok szerintem az első, aki ezt én mondja. Is. Te meg is értelek. És ennél a dalnál pedig, amivel most jöttél hozzánk, ugye én ezt már mondtam neked, hogy nagyon szeretem Johnny Cash-t, és nekem volt egy ilyen érzésem. Milyen visszajelzéseket kaptál, még akár zenész kollégáktól, barátoktól, mihez, kihez hasonlítanak téged, ha lehet egy picit. Ilyen jellegű visszajelzéseket nem kaptam. Hála az égnek egyébként minden visszajelzés pozitív, de a legérdekesebb az egészben az volt, hogy ahogy mondtam is, hogy nem azért indítottam el a saját dalok írását, hogy én itt világhírre tegyek szert, hanem ezeket csak szeretném kiírni magamból, és ez szerintem nagyon-nagyon átjön az embereknek, és lejön, hogy mi ennek úgymond a célja, vagy éppen céltalansága. Köszönetet mondtál a szüleidnek, köszönetet mondtál a párodnak. Mi a következő lépés? Hát köszönöm nektek, hogy meghívtatok is, hogy itt lehetek. És miről lesz az következő dalod, miről fog szólni a következő dal, hogyha lesz még egy Wagner Emil dal? Elég sok dal készült az elmúlt hónapokban, tehát van, ami félkész, van, ami már teljesen kész állapotban van, de a legjobban azt élvezem az egészben, hogy nincsen semmi kötöttség, azt csinálok, amit akarok, pont azért, mert saját, én csinálok benne gyakorlatilag, úgy vesszük mindent, úgyhogy még nem döntöttem el, hogy melyik legyen a következő, de hamarosan jön majd a következő is. Most nagyon rövid idő alatt elkészült két dalad, és a Talk Tonight-tal is nemrég forgattatok egy klippet, sőt egyébként a stábotok is egy új taggal bővült, úgyhogy bőven van történés, mi várható így a Talk Tonight-nak a házatáján? Hát jön egy bitang nóta, egy bitang klippel. Az jövő héten, 28-án debutál az új Talk Tonight, nem volt más címmel. És koncertezni is hallhatunk, remélhetőleg titeket nyelven. Minél hamarabb, nagyon várjuk. Hát nagyon reméljük, hogy így lesz, igen. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.